A most következő ajánlom szövege az Anime Gun Facebook oldalán is olvasható. Ezért, ha kíváncsi vagy rá és további megosztott tartalmakra, akkor látogass el hozzánk! Mivel nekem nincs tesóm vagy ilyesmi, kicsit objektív vagyok ezzel az animével kapcsolatban. De ha lenne egy hugom és hasonló szituba kerülnék vele, mint Kioszki a sajátjával, hát azt biztos adnám. Feltéve, ha ez a hugica pont akkora anime fan lenne, mint Kirino. Pátyuska azonban nem valami nagy duranás, élete túlontúl Love Tire ahhoz képest, hogy Kirino fantasztikus kavaisága révén már saját maga keres pénzt modellkedésből. És hát ez az egész minden, csak nem átlagos. Éppen ezért Kirino nagyvilág élete nem igazán illik bele Kioszke kis stílű látásmódjába, a bátyja azonban mégis igyekszik jó testvére lenni neki. Ketten együtt kb. Olyanok, mint tűz és a víz. Ám minden embernek van egy másik oldala is, amit nem feltétlenül mutat ki a nagy közönség előtt, és hát egy szép napon Kirino lelepleződik, ugyanis egy szerencsétlen véletlen folytán bátyja tudomást szerez róla, hogy Hugi történetesen szereti az animéket. Mármint az amolyan nappal hugom típusokat. Ezt viszont a csaj nem igazán szeretné világá kürtölni, mivel hogy nem tenne valami jót a hírnevének, ha fény derülne arra, hogy a négy fal között ő tulajdonképpen erogékkel játszik. Nem csoda tehát, hogy miután felsült az álca, Kirino betoik. Ugyanis ha apuci erre rájön, akkor vége az egész eddig gondosan felépített kettős életének. De hogy Kioszke hogy viszonyul testvéréhez és támogatni fogja inkognitójában, arra már csak az anime fog kielégítő választ adni, én nem. Annyi biztos, hogy ez a vígjáték bejárja a testvérek kapcsolatának egy olyan mély szintjét, ami legalább annyira van tele megható és örömteli pillanatokkal, mint idegtépű konfliktus helyzetekkel és rohadtul kínos szitukkal. Bár én sohasem tapasztaltam, hogy a valóságban ez milyen is lehet, mégis kicsit úgy éreztem, hogy nekem is van egy hugicám, aki valamiért segítséget vár tőlem, aki számára támasz lehetek és lehet vele egy közös titkom, úgy mint Kioszke és Kirino esetében. Bár lehet, hogy csak azért sikerült ennyire beleélnem magam, mert ez volt az első hugicás anime, amit láttam ever, de ja. Ha már az alapkoncepció a világ előtt állarcot felül, de véletlenül sem elzárkózó kettő személyiség animékbe integrált karakterét szemléljük. What? Na mindegy. Eszünkbe juthat az 5 évvel később adaptált Umaru-chan karaktere, aki mintha jobban beette volna magát a Sisconok szívébe, mint a szóban forgó hölgyemény. Mondjuk azért valljuk be, kétség kívül Umaru előtt ő uralkodott a Sisconok jedesztáján. Számomra azonban Kirino is egy igazi egyéniség maradt a műfajban, bárki bármit mondjon. Nem véletlen, hogy van egy Oreimós mappám is. Tehát ha szeretitek a hugicás koncepciót, foglalkoztat benneteket a kettős élet problematikája, vagy egyszerűen csak gyönyörködtetni akarjátok a szemeiteket az Oreimo rajzolásán, vagy egy-két enyhébb fanszerviszen, akkor csapjátok fel a laptopot és látogassatok el Kousaka Kirino a híres szupermodell titkokkal és 18 pluszos DVD-kkel teli szobájába. És kapjatok sok-sok fangörcsöt!